Idén is botanikus centrummá változott néhány napra a kőbányai Bánya utcában álló iskolaépület, amely a Szeretnék önnek is adni virágot önkormányzati akcióközpontja volt. Azok a kőbányai polgárok, társasházak, intézmények, amelyek szabályosan pályáztak, meg is kapták a növényeket. Valóságos virágtengerrel várták a kőbányaiakat az önkormányzat munkatársai a kétnapos akció kezdetén. Az első napon a társasházak és intézmények nevében vehették fel a pályázók az ajándéknövényeket, majd másnap következtek a magánemberek. Dékovács Róbert Antal polgármester köszöntötte a növényekért érkezőket. A kollégáim egész héten készültek arra, hogy ma reggel találkozzanak önökkel. Napok óta folyik ennek a találkozónak az előkészítése, hogy a mögöttem látható iskola épületben elhelyezzék, olyan sorrendre rakják azokat a növényeket, amelyeket önöknek szeretnénk átadni, hogy ez gyorsan átadható legyen. Ez a egyik legsikeresebb környezetszépítési akciónk a városban. Idén 3600 pályázó jelentkezett, pályázott, igényelt növényt azért, hogy szépítse a környezetét, szebbé tegye kőbányát. Az összeget is növeltük egy kicsit, 12.750.000 forintért fogunk ma, illetve már a tegnapi nap során, hiszen a közös képviselők, a társasházak közös képviselői átvették a növényeket, olyan eszközt adni az önök kezében, amellyel szebbé tehetjük kőbányát, szebbé tehetjük a környezetüket. Ismét csak köszönni szeretném mindezt, hiszen közös erőfeszítéssel tudunk azért tenni, hogy ez a város, ez a kerület egyre szebb legyen, egyre zöldebb legyen. Még egy dolog, mielőtt elkezdenék a virágok átvételét, szeretném fölhívni a figyelmüket a konyhakert mozgalomra, a legszebb konyhakert mozgalomra. Aki még nem pályázott, sokan vannak, akik nem pályáztak, tegyék meg. A pályázati felhívás él, országos verseny, kőbányáról is szoktak döntőseink lenni, országos döntőseink, díjazottaink, úgyhogy pályázzanak önök is. Volt, aki virágot kért, volt, aki mondjuk fagyalt és akadt, aki a nyári otthoni főzések ízesítéséhez keresett növényeket. Köztük volt kondoredit is. Fűszernövényekért jöttem, nagyon szeretjük, többen rendeltük, és hát folyosós házban lakunk, és a folyosót díszítjük is egyben, és lesz fűszernövényünk is. És mi főzésekhez is. Mi az, ami végül is van, milyen, nem ismerem meg így. Bazsalikum menta petrezselyem. Így látom, így hirtelenjében. És ezek hogy viselkednek egyébként, eltartanak egész nyáron? Hát, hogyha jól tudjuk gondozni, akkor igen. Elképzelhető, hogy egy-egy szára lehullik, de... És közben, hogyha az ember lecsipegeti főzéshez, akkor derekasan újra nő? Igen, hogyha jó helyre rakjuk, kerüljük a tűzőnapot, megfelelően öntözünk, akkor azért díszít is és hasznos is. Azt tessék még elmondani nekem, hogy milyen ételhez valók ezek a friss növények? Hát például tésztákhoz, olaszos ételekhez, a petrezselyem az természetesen pedig a magyar ételekbe való. Kismamák összetartanak virágoztáskor is. Amíg egyikük sorban áll, a másik a babákra ügyel, miként Bíró Renáta is. Két baba is van itt a gondjaira bízva. Honnan jött? Innen a kerületből, a Martinovics téren. És ezek a babák mennyi idősek? Hát az egyik az 4 hónapos, a másik meg mindjárt 2 éves. És hogy hívják őket? Fanni és Ádám. És most itt mire számít, hogy mivel térnek haza? Virággal. Milyen virágra számít? Nem tudom, igazából én csak a barátnőmet kísértem el. Nem tudom, hogy ő mit kért, vagy mit kap. Ja, meg kegyed nem kért virágot? Miért nem kért virágot? Én azt sem tudtam, hogy lehet kérni. És hogyha most már tudja, a jövőre kér? Szerintem igen. Szerintem biztos. Az jó dolog, ha van egy kis kertje valakinek, de ha nincs kert, a virágoknak akad hely máshol is. Csányi Csabától azt kérdeztem, hová kerülnek a cserepek? Verkére. És milyen körülmények között? Mekkora? Napos, keleti, nyugati? Napos, jó, meleg. Ez bírja. Ez mindegyik bírja. Én nem ismerem ezeket a növényeket, ön tudja, mi micsoda? Nagyjából. Mondja nekünk. Büdöske, paprikavirág. Hát azért van, amit nem ismerek.
Lányom rendelte, nem én. Itt meg muskátli van. Amúgy csak álló muskátliból 2400 csomag, futó muskátliból 1380 csomag talált új gazdára, szóval könnyen lehet, hogy jártukban, keltükben, kőbánya szerte látják majd az önkormányzati virágakció során kiosztott növényeket.